Figyelem! A következő tartalom a nyugalom megzavarására alkalmas szavakat is tartalmaz. A következő jelenetben idézetek hallhatók a Ford Felény kalandjai című filmből. Mit nézel, Nyomi? Talán nyitva van a sliccem? Nem, dehogy, csak elgondolkodtam azon, hogy milyen jó, hogy mi is majdnem rendőrök vagyunk, ugye? Nekem mondod? Na inkább azt mondd meg, hogy hogy tetszik a meló, kamuzsorú barátom. Hát főnök, én nem régóta vagyok a cégnél. De egyébként nem olyan rossz, csak nekem mindig olyan lelkismert furdalásom van, amikor megbüntetünk valakit. Eszem faszom meg át! Ne picsogjál már annyit! Lazíts inkább, Diló! Mi olyanok vagyunk, mint a börtönőrök. Csak az a különbség, hogy mi nem a börtönben tesszük fel a bokára a bilincset, hanem az utcán, az autókra. Ha! De akkor is. Te szerencsétlen! Hogy is hívlak téged? Imre vagyok. Na, Imikém, figyelj! Mutatok neked egy trükköt! Fogdosd meg ezt a verdát! Na, milyen? Jó érzés, finom, olyan autószerű, olyan fémes. Mekkora barom vagy te! Hát a rossz juhárt forog a sírjában, pedig még meg se halt a polszer. Meleg, érted? Meleg! A meleg, a motor, akkor nemrég még futott a verda. A tulaj... nemrég mehetett el, úgyhogy villám gyorsan bírságolt, bazd meg, és üsd be a rendszámot. És ez szabályos? Vele társalogni, olyan, mint sajtreszelővel rejszolni. Ennyien szórakoztató, de leginkább fájdalmas. Köszönöm, főnök, ez jól esik. Ez nem bókolt a barom. Én maguk, mit csinálnak? Bazd meg, hát mit csinálnánk? Megbüntetünk. Milyen tábla van az utca elején? Semmilyen. Behajtani tilos tábla neked semmilyen? Hát előbb még nem volt ott semmilyen tábla, vagy csak nem vettem volna észre. Ezt a kanyart bevette a folszer, Imikém. Engedjük már el, úgy megsajnáltam. Igaza van a kollégájának, nem gondolja? Majd megmondom, mit gondolok, ha valaki fizet ezért, hogy gondolkozzak, érted? Most akkor mégis megbírságol. Imikém. Add át a csekket a tagnak, ír be neki legalább 3 büntető pontot. Ha már úgyis Black Friday van. Tessék, uram. Ezt hogy gondolják? Ennek súlyos következménye lesz, majd meglátják. Mi lesz, ha tényleg beszól a központba? Bekaphatja. Na, figyelj, ide húzunk le az aluljáróba. Ott van a nagy élet, meg a sok lé. De izgi, ott úgysem voltam még ma. Szent szar. Mekkora tömeg? Nézd, hogy megy itt a biznisz. Te menj elől, nem baj, ha leesel, én megúszom. Wow! Egyes erő csak egy csárdos. 500 csokoriátot épp rólálnok. Ezen faszom meg áll. Mi van itt, zsibbásár? Ezek meg mit keresnek itt? Na, gyere, Imi, intézkedni. Jövök, főnök. Na, hello, tesókám. Mutasd az engedélyed. Területfoglalási? Főnök urát, csak pár paprikát árulok. Ne tessék már se csinálni velem, bad még. Pár paprika, mi? Te majom. Na, virítsd az engedélyedet inkább. Hát milyen engedély, főnök uram? Hát engedje már meg, hogy itt maradjak és áruljak. Tudod, öcsém, a KP a gyengém. Perkáld a lóvét, vagy húzz el innen a picsába. Ne csinálja már, közteres vezéregzsedes úr! Hát adok paprikát, jó, erős! Vagy vigyen valamit innen a dattaró, itt van a dattaró, add meg! Hogy fizessem be az adómat paprikából? Nekem készpénz kell! Zsé, Della, KP, érted? Imi, te meg írd a bírságot, és vastagon fogjon az a kurva szeruzád, utána meg hívd a rendőröket is. Ne büntessem már meg, hát ne csinálj ebtet velem, hát hadd puján van csak. Leszarom. Imi, na, adod a csókának a csekket. Adom, főnök. 5 perc is itt vannak a rendőrök. Tessék, vegye el. Na, akkor húzunk innen mi is, de kurva gyorsan. Nem hiányzik nekem a többi papírmunka is. Hogy száradjon le a karod, te tető, amivel megírtad a büntetés, bard meg! Hogy a nevla parkoljon a koponyádat, te senki adni! Hogy az éjjás medve mondja a májad, hogy van... Na látod, pajtás? Nem írnak ilyen esetekről a magándetektívek kézikönyvében. Csóróság van itt. Na gyere, húzunk vissza a felszínre. Jó napot, elnézést! Meg tudnám mondani, hogy hol van a parkoló jegyautómata? Hé, te, mi a fasz vagyok én? Információs tábla? Na, húzz vissza a picsába Szabolcsba. Hát igazság szerint mi Somogyból jöttünk.
Akkor húzzál vissza anyádba. Na, tűnés a picsába innen. Főnök, lehet cigizni munka közben? Mert akkor rá is gyújtok egy cigire. Cigi? Dobd el rögtön, koporsó szög minden szál. Basszus, igazad van, főnök. Ha még egyszer ilyen csúnyán beszélsz, pofán baszlak, hogy nyekkensz, megértetted? Bocsánatot kérek. Már akartam kérdezni, hogy mi az a lila folt a szemed alatt, főnök? Azt hittem, már meg se kérdezed. Szóval, tegnap bírságolok egy Verdát, jön a csávó, beszól, hogy miért büntetem meg. Érted? Még neki áll feljebb. És ő bántál veled ilyen csúnyán? Kiderült, hogy nem is övé volt a kocsi, hanem a nagy darab kigyúrt haverjáé a sarki konditeremből, aki kijött, elkezdett ő is pattogni. Megkérdeztem tőlük, hogy ki kicsoda. Ezt hogy értetted? Hogy? Hát ki a fasz és ki a szopó? Mert úgy láttam, még nem döntötték el. Gondoltam, segítek nekik. Erre ők döntöttek egy kurva jobbossal a szemem alatt. És kifeküdtem, mint egy állat. Ez nagyon durva, főnök. Figyelj már. Ott integet, mutogat egy helyomlás. Ismered őt? Szent szar. Ez a tegnapi dromedár a konditeremből a francba. Elkaplak! Látlak, rohadék! Mindjárt kapod a másikat a pofádra, te gyökér! Bazd meg, futás, gyerünk! Menjünk innen, futás! Főnök, ki fogok lépni a cégtől ezek után. Ez egy nagyon durva munka. Jobban is teszed, mert nem ilyen nyomiknak való, mint amilyen te vagy. Fuss, bazd meg, mert már itt van a sutyó a nyakunkban. Azt hitték mi, hogy kifingattak engem. Jó hírem van. Sikerült továbbállnom, nem maradtam a cégnél. Nem kellett már nekem több feszkós és veszélyes meló. Egy nyugisabb állást választottam magamnak. BKV ellenőr lettem a 4-es-6-os kombinon. De ez már egy másik történet. Háó! A leszem faszom megáll! Producer Bagi Iván és Duhonyi József. Műsorvezető Bagi Iván. Forgatókönyvíró Bagi Iván és Duhonyi József. Narráció Kálói Molnár Péter és Kautsky Armand. A műsort az Origó megbízásából készítette a Média Magyarország produkció.